Jó estét kívánok! Önök a Kiemelőt, a Kecskeméti Televízió közéleti magazinját látják a hírórában. Mai műsorunkban vendégünkkel, Levicki Cirillel, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatójával arról beszélgetünk, mennyire versenyképesek napjainkban a szakképzésben tanulók a munkaerőpiacon. Bemutatjuk azt is, hogyan fejlődhet tovább a távhőszolgáltatás minősége Kecskeméten. Tartsanak velünk! Népszerű volt a végzős kecskeméti diákok körében a Kecskeméti Szakképzési Centrum új kezdeményezése. Pénteken tartották a Karriernap állásbőrzét, amelynek célja, hogy az iskola után szakmához, első álláshoz segítse a fiatalokat. 23 cég mutatta be továbbképzési programját és az elhelyezkedési lehetőségeket a fiataloknak. Akár a heggesztést is ki lehetett próbálni egy szimulátor segítségével a mai karriernapi állásbőrzén a Messzi István sportcsarnokban. A Kecskeméti Szakképzési Centrum új kezdeményezésére meghívta az összes tagintézmény végzős diákjait, hogy megismerhessék a kecskeméti cégeket és állásajánlatokat. Nem csak a szervezők, de a diákok is úgy látják, hiánypótló információkat kaphatnak a munkahelyekről. Nagyon sok fiatal nincs tisztában azzal, hogy milyen lehetőségei vannak, akár itt a mi régiónkban, esetleg országszinten hol tudna a tudásával elhelyezkedni, illetve sokan azt sem tudják még, hogy mit kezdjenek gimnázium után az életükkel, és szerintem ezért nagyon hasznos dolog, hogy így egységesen az összes iskola egyszerre, illetve cégek kitelepülnek, és nem külön csinálnak ilyen eseményeket. Természetesen vannak, akik még nem döntötték el, hol dolgoznának a jövőben. Nézelődök, igen, majd felsőbb iskolákba szeretnék menni tovább. A végzős diákok a mai napon a vezetést is kipróbálhatták, mivel a mai rohanó világban sok munkához már elengedhetetlen a jogosítvány. Mivel én pincér vagyok, és ha mondjuk megkérnek, hogy el kell menni áruért, vagy valami hasonló, akkor oda kell a jogsi, hogy el tudjam vezetni az autót. Az állásbőrzén a diákok személyesen találkozhattak az állást vagy továbbképzést kínáló cégek képviselőivel. 23 cég, jelentős vállalkozás van itt a karriernapon nálunk. Egy részük kapcsolatban van jelenleg is a szakképzési centrum tagiskoláival. Van olyan, aki még nincsen mondjuk tanulószerződéssel vagy együttműködési megállapodással kapcsolatban, de azért bízunk benne, hogy a közeljövőben az lesz. A szervezők fontosnak tartják, hogy a Kecskeméten végzettek a városban, a régióban hasznosítsák a megszerzett tudást. Most 2018-ban és az elkövetkezendő években mindenféleképpen olyan jellegű munkaerő szükséglet van a vállalatok, cégek részéről, partnerek részéről, ahol mindenki megtalálja a számára megfelelő munkakört, vagy beosztást, vagy végzendő feladatot. Az orientációs programot este a szakmák éjszakájával folytatják, ahol a résztvevők végigjárhatják a kecskeméti szakképző iskolákat és a velük együttműködő sikercégeket. Két rendezvényt is szervezett ma a Kecskeméti Szakképzési Centrum. Az imént számoltunk be a karriernapról, és adásunkkal egy időben is zajlik a szakmák éjszakája a sportcsarnokban. Ezek kapcsán köszöntöm itt a stúdióban Levicki Cirillt, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatóját. Jó estét kívánok, köszöntöm! Jó estét kívánok! A szakmák éjszakája egy országos program, adásunkkal egy időben is zajlik, egészen este 10 óráig. Mivel várják ennek keretében a látogatókat, diákokat, szülőket? Ez valóban már a harmadik szakképzés éjszakája, szakmák éjszakája rendezvényünk. Az elmúlt időszakban, a tavaly elmúlt két évben a tagintézményekben rendeztük meg ezt a rendezvényt. Különféle sikerrel, valamelyik iskolánkban több érdeklődő volt, és valahol viszonylag kevesen voltak. Arra gondoltunk, hogy egy helyszínre összpontosítjuk ezt a rendezvényt, hogy a gyerekeknek és a szülőknek ne kelljen a városban mozogni, hanem egy helyen koncentráltan megtalálják az összes iskolánkat, és be tudjuk mutatni egységesen a palettánkat. A Messzi István sportcsarnok egy olyan kulturált körülményt tud számunkra biztosítani, ami abszolút garancia arra, hogy a szülők és a gyerekek szívesen jönnek erre a rendezvényre. Tehát ez a külsőség. Tartalom szempontjából pedig
a szakképzési centrum iskoláinak kínálatát mutatjuk meg az érdeklődőknek. Elsősorban az 5-től 7. osztályos gyerekeket célozzuk ezzel a rendezvénnyel. Azt gondoljuk, hogy körülbelül ez az a kor, amikor érdemes már foglalkozni azzal, hogy ki merre szeretne majd középiskolában tovább tanulni. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen nappal, ahol a gyerekek, elsősorban a gyerekek olyan kézzelfogható ismereteket, tapasztalatokat szerezhetnek az egyes szakmákról, ami az ő szakmaválasztásukat alá fogja tudni támasztani, és nem légből kapott módon szóbeli ismeretek alapján fognak választani valamilyen középiskolai továbbtanulási irányt, hanem valóban ki tudják választani, hogy mi az, amihez vonzódnak, vagy mi az, amiben el tudják képzelni, amivel foglak foglalkozni felnőtt korukban. Említette, hogy a gyerekeket és a szülőket is várják, de kik azok, akik elsősorban döntenek, kiket céloznak meg, kiket kell meggyőzni, megnyerni, a diákokat vagy a szülőket? Én azt gondolom, hogy ez egy közös családi döntés kell, hogy legyen, hiszen a szülők, a felnőttek már olyan tapasztalatok birtokában vannak, amellyel alá tudják támasztani a gyereknek a döntését, de mégiscsak a gyerek életéről van szó, hiszen az ő életéről, ő fogja azt a szakmát űzni, amit esetleg ki fog tanulni, és nagyon sok varga betűt lehet megspórolni azzal, hogyha az első szakma választása, legalább egy szakma irány választása, egy ágazat választása már jó sikerül. Azt mondják, hogy ha valakinek egy jó szakmája van, az ma biztos megélhetést jelent. Valóban így van ez? Mi a tapasztalat? Körül kell nézni, és ha az embernek valamit kell otthon a lakásában, házában, autójában bármi megjavítatni, elkészítetni, akkor bizony mindenki látja, hogy nagyon nagy hiány van a jó szakemberekben. Egy ismerősömmel beszélgettünk, hogy szeretné bepucoltatni a házát, és egy jó szakembert keres, és akkor végre talált egy-kettőt, és ja, hát 18-ra már tele van a naptáram, tehát 19-ről kezdtek alkudozni. Tehát innentől látszik, hogy amelyik jó szakembernek 18-ra már most be van táblázva az egész éve, akkor ő kapós, nyilván ha kapós, akkor pedig ebből tisztességesen meg is tud élni. Melyek a hiány szakmák ma? Hát ez egy fogalom. Magyarországon minden megyében van definiálva 20 hiány szakképesítés. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a kormány a kamarákkal közösen kialakít megyénként 20 hiány szakképesítést, nyilván itt a munkaerőpiac viszonyait figyelembe veszi, és ehhez egy úgynevezett ösztöndíj programot társít, hogyha valaki az adott évben azt a hiány szakképesítést választja, akkor egy komoly ösztöndíj rendszerrel fogják őt támogatni, tanulmányi eredmény, hiányzás, fegyelmi követelményeket vesznek hozzá figyelembe. Nagyon jó kiegészítés ez a családnak, a tanulónak, a tanulmányainak a végzéséhez. Hogyan lehet ma rávenni a gyerekeket, a diákokat, hogy tanuljanak szakmát? Mivel lehet ma elsősorban őket motiválni? Hogyan tapasztalják ezt? Én azt gondolom, hogy az ilyen a korábbi időszakban, mondjuk 20 évvel ezelőtt, az iskolák azt mondták, hogy ó, mi jó szakmát tanítunk, gyertek, és aki jött, azt fölvették, aki nem jött, azt nem vették föl. Csökken a gyereklétszám, mellette pedig a cégek egyre inkább, egyre nagyobb intenzitással kérik a végzett szakembereket, tehát az iskolának meg kell találni azt a módot, hogy minél több gyereket be tudjon iskolázni. Magyarországon sajnos van egy olyan tévképzet, hogy ó, menjen a gyerek csak gimnáziumba, és aztán majd lesz belőle valami. Mondjuk tőlünk nyugatabbra, Ausztriába vagy Németországba jóval kisebb az az arány, a tovább középiskolában való továbbtanulási arány, akik középiskolában gimnáziumot választanak, ott inkább a szakképzés felé terelik a gyerekeket, hiszen most már a szakképzés is teljes értékű továbbtanulási irány tud biztosítani. Azonban egy olyan életre való készséget tanulnak meg a gyerekek, hogyha a szakgimnáziumba vagy szakközépiskolába tanulnak tovább, amit a gimnazisták nem kapnak meg. Valóban, aki szorgalmas és színötös, annak valóban ajánlott a gimnázium, de aki már tudja kitűnő tanulóként is, hogy milyen irányba szeretne tanulni, gépészmérnök szeretne lenni, informatikával szeretne foglalkozni, közgazdaságtannal szeretne foglalkozni,
ő nekik eleve jó választás a szakgimnázium, hiszen már középiskolás korban olyan szakmai tantárgyakat tanulnak, ami a későbbi tanulmányaikat meg fogja könnyíteni. Erről legendák vannak, hogy a gépészmérnöki karon, akik szakgimnáziumba végeznek, azok mennyivel könnyebb az életük, hiszen ők azokat a dolgokat, amiről ott elméletben tanulnak, ők a kezükkel kipróbálták, és tudják, hogy a fogaskerék az hogy néz ki, hogy működik, hogy adja át a nyomatékot az egyik fogaskerék a másiknak. Ez egy egyetemi előadáson elhangzik, néhány ábra fölkerül a táblára, és tudjad, ők meg megtanulták a saját kezükkel, kipróbálták, hogy forog jobbról balra, balról jobb, tehát hogy ez hogy néz ki. És azért a személyes tapasztalat, az, hogy is néz ez ki, ez olyan erőt, olyan többlettudást jelent, amit nem lehet bepótolni a későbbiekben. Csak nagyon röviden, egy fél percben, miért érdemes kilátogatni még este 10 óráig a sportcsarnokba a szakmák éjszakájára? Hát aki igyekszik, az még 8 órára odaérhet Geszti Péter motivációs előadására, illetve az összes szakgimnázium kint van, és a szakmáit nagyon interaktív módon bemutatja. Ezen kívül nagyon érdekes, változatos műsorok vannak a színpadon. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszönöm szépen. Faapríték, üzemű fűtőművel és számos egyéb újdonsággal rukkol elő a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Az elkövetkezendő időszakban. Tudtuk meg a távhőszolgáltatás napján, amelyre a mai napon kerítettek sort a Híros Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban. Termosztár! A gyermekek idén is örültek a távhőszolgáltatás napi rendezvénynek. Ugyanis a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Újra programokkal készült számukra a Híres Agora Kulturális és Ifjúsági Központban. Stencíres gyűjtőzsákokat, karkötőket, sőt tavaszi pillangókat is készíthettek, de számos játékot is kipróbálhattak a környezetvédelem jegyében. A Rajzold le a kisvakonnak című óvodásoknak kiírt, illetve a Kémény tetején kisiskolások számára szervezett rajzpályázat legjobbjait is díjazták az eseményen. A játék mellett a Kecskeméti Termosztár Hőszolgáltató Kft. Komoly szakmai bemutatóval is készült. Nagy örömmel készültünk erre a napra. Ez nekünk ünnep, ilyenkor be tudjuk mutatni, hogy egy év alatt mi történt, milyen fejlesztési elképzelések valósultak meg milyen terveink vannak. Amikor a középtávú stratégiát megfogalmaztuk a Termosztár Kft.-nél, akkor jelképesen a zászlajára 3 hívószót írtunk föl: fenntarthatóság, ellátásbiztonság, illetve versenyképesség. Mind a 3 hívószóhoz kapcsolódó indikátor az jelentősen javulni fog majd a közeljövőben, hiszen idén, illetve jövőre jelentős beruházást tervezünk végrehajtani. 1,7 milliárd forint értékű visszanemtérítendő támogatást nyert a Termosztár Kft., és ennek segítségével több mint 3,4 milliárd forintnyi beruházást fogunk végrehajtani, ami egy beruházási csomag. Ennek segítségével egy 21. századi távhőszolgáltatás fogja a Kecskemét lakosságát szolgálni. A cég elkötelezett a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés iránt. Évről évre előre kidolgozott stratégiával állnak elő. Azt jelenti, hogy 3-5 évre előre megtervezzük és átgondoljuk a lehetőségeinket, milyen kritériumok mentén tudunk tovább lépni. Én úgy gondolom, hogy ennek köszönhető az a koncepció, ami napjainkban megvalósulni látszik. A Híres Városi Távhőszolgáltató több mint 2,1 milliárd forintból megújuló energia hasznosítására alkalmas faapríték üzemű fűtőművet hoz létre a Szultán utcai telephelyén, amely várhatóan 2019 őszén kezdi meg működését. Ezzel éves viszonylatban a jelenleg felhasznált gáz 70%-át lehet kiváltani. A Kefak ZRT Erdeiből érkező faaprítékot az erdőgazdálkodás melléktermékeinek tekinthető gajakból, háncsokból, kivágott fák tuskóiból, gyökérzetből állítják elő. És egyre inkább előtérbe kerül az innováció, a kutatás, valamint a közjóléti szerepei az erdeinknek. Mondta Csovcsics László, a Kefak ZRT biomassa termelési koordinátora, majd P. Gáspár, a Kft. Főmérnöke is a projekt megvalósításáról beszélt előadásában. Nem ez az egyetlen újítás a cég részéről. További 1,6 milliárd forintot fordítanak a jelenlegi rendszer fejlesztésére és új fogyasztók távhőrendszerbe kapcsolására. Tokovics Klára, a Termosztár Kft. Gazdasági igazgatója nyugdíjba vonulásának alkalmából emlékezett vissza az elmúlt évtizedekre.
1993-ban, éppen 25 éve az önkormányzat úgy döntött, hogy a távfűtést az akkori ingatlankezelés távfűtő vállalatból kiszervezi, mert 40 ezer embernek az ellátás, a 40 ezer ember hőszolgáltatásának, kényelmének az ellátása az nagyon fontos lett ugye politikai szempontból is. Akkor tehát nagyon drága volt a távfűtés, és nagyon sokan nem tudtak dolgozni, mert munkanélküliség volt. Sok volt az elégedetlen fogyasztó, a rendszerek nem voltak szabályozhatók, és én úgy döntöttem, hogy innen szép győzni. A termosztárnak pedig sikerült is a győzelem. Hosszú évek alatt folyamatos fejlődés mutatott be a Termosztár Kft. Meggyőződésem, hogy Kecskeméten egyébként a legjobb 5 távhőszolgáltatóban benne vagyunk, hiszen a különböző fejlesztések, amelyek évek óta tapasztalható, és én meggyőződésem, hogy ezt a lakosság is örömmel veszi, ez kézzelfogható. Például a alapdíjunk 1996-os mértékű. Ezt, hogyha átszámoljuk az akkori minimálbérhez képest, a maihoz képest, tized annyi volt akkor a minimálbér, tehát egyértelmű, hogy könnyebb kifizetni. A hődíjunk 2006-os, itt a minimálbérre vetítjük, az fele harmada egyébként, ha arányosítani akarunk. Kecskemét város előjárói is kiemelten fontosnak tartják a Termosztár Kft. Munkáját. Hát úgy gondolom, hogy egyik legfontosabb közszolgáltatást nyújtja. Azok közül, akik városi tulajdonban vannak, meg a legfontosabbat a távhőt. Ugye nyilván az áram és a gázszolgáltató az nem városi tulajdonban van. A lakások több mint egyharmadában távhőfűtés van, tehát nagyon fontos a lakosság ellátásában. És hogy hogyan lehet több évtizeden keresztül ilyen dinamikusan fejlődni? Dr. Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester szerint ahhoz, hogy a gazdaság ki tudja a növekvő béreket termelni, és ne a hiány nőjön meg, fejleszteni kell, innovációra van szükség. Aki ezt nem ismeri fel és nem tudja, hogy erre áldozni kell, az a jövőt éri fel. Úgy gondolom, hogy a városvezetése a cégeink keresztül ezt felismerte, és talán a Termosztár Kft. Az a cégünk, amelyik a legjobban tudja prezentálni ezeket a törekvéseket. Kecskeméten közel 60%-os a fűtéskorszerűsítés aránya, a cél pedig az, hogy ez a mutató elérje a maximumot, vagyis a 100%-ot. A kiemelőben minden nap egy-egy tematikus műsorral várjuk Önöket. Ma a kávészünetet láthatják. Tóth Kata 11 éves korában az első komoly színházi előadásról kijöve azt mondta anyukájának, én itt fogok dolgozni, és rámutatott a kecskeméti Katona József Színházra. Valószínű, ha mindenkinek így teljesülne a vágya, az összes ember boldogan menne dolgozni. Nem csak, hogy a színház volt az álma, hanem egész pontosan a kecskeméti Katona József Színház. Immáron 5 éve dolgozik a társulatban, dramaturgként és rendezőasszisztensként. Tóth Katával a Tepsiben beszélgettem egy kávé mellett. Kata, én azon gondoltam, hogy első körben felteszem neked azt a kérdést, mert ilyen laikus külső szemlélő számára ez nem mindig teljesen nyilvánvaló, hogy mit csinál egy dramaturg, egy rendezőasszisztens. Ez két teljesen különálló munkakör, a rendezőasszisztens meg a dramaturg. A rendezőasszisztens a rendező jobb keze, meg a bal, meg az agya, meg a mindene. És a rendezőasszisztens minden próbán ott van, tehát a saját produkcióján, minden próbáján ott van. Mindig írom, hogy mit mond a rendező a színészeknek, instrukciókat, mozgásban is, mindenhogy. Tehát az én példányomban tulajdonképpen mindennek benne kell lenni, ami az előadáson történik. És ezen kívül meg kell szervezni a napi próbarendet, a heti próbarendet, és ezt ugye párhuzamosan próbálnak produkciók, és minden asszisztens a maga kis dolgát végzi, és akkor hetente egyszer összeülünk, a munkarendi értekezleten megvitatjuk ezeket a dolgokat a következő hétre. Tehát, hogy ez egy nagyrészt szervezői munka. És nagyon, nagyon fontos, hogy érzékenynek kell lenni a rendezőre, a színészekre, nekünk kell a kapcsolatot tartani a műszakkal, a kellékesekkel, a hangországgal, a fényországgal, a öltöztetőkkel, tehát mindent koordinálni kell. Na most a dramaturg az egy egészen más tészta,
a dramaturg, aki az előadás szövegét gondozza. Szándékosan nem azt mondtam, hogy a darab szövegét, mert ugye az, az író leír, azt a dramaturg és a rendező közösen átdolgozza, és aztán ez a próbák során még alakul, és így lesz belőle az előadás szöveg. Mondtad ugye az elején, hogy gyakorlatilag az egyik munkaköröd szerint az összes előadáson neked ott kell ülni, és gyakorlatilag a precizitáson kívül óriási empátiával kell legyél a rendező és a színészek, és gyakorlatilag az egész iránt, tehát ez egy ilyen nagyon intenzív dolog lehet olyankor. A másik szerint pedig azért egy kicsit több szerepe van talán az írott részének, vagy a fejben eldőlő részének. Tehát te gyakorlatilag akárhonnan nézzük, így is úgy is szinte, ha jól értem, ilyen nappal színházban zorogsz. Igen. Hogyan kell ezt elképzelni? Tehát mondjuk, hogy néz ki egy napod? Most éppen főpróbahetem van, egy elég intenzív próbaidőszaknak a legvégén vagyok. Ilyenkor úgy néz ki egy napom, 10-től 2-ig tart a próba, én már 4:30, 9:30 körül bent vagyok a színházban, vagy most már jó idő van kint a padoknál. Kicsit összegyűlünk ott előtte, nem szervezetten, csak úgy, aki éppen odaesik, beszélgetünk, kávézgatunk. Aztán 10-től 2-ig lenyomjuk a napi penzumot, az aznapi penzumot, majd 2-től 6-ig van egy szünet, és akkor 6-tól újra próba, és este 10-ig. Ha meg mondjuk az van, hogy előadásom van este, amikor rendezőasszisztense vagyok egy produkciónak, akkor minden, tehát ott én vagyok az ügyeletes rendezője annak a produkciónak, ez azt jelenti, hogy néznem kell, figyelnem kell, hogy mindenki úgy csinál mindent, ahogy kell neki, és ez természetesen mindig így is van. De mi van olyankor, hogyha valami nem úgy történik, ahogy ezt elképzeljük? Ebben a helyzetben sosem vagyok egyedül. Az előbb kérdezted a hierarchiát, ez nekem nem így áll össze a fejemben, ahogy mondjuk egy színházi működéstan órán az egyetemen megtanítják, hogy néz ki a színházi hierarchia. Elvileg az van, hogy tehát a háttérszemélyzet aktív részét képezi a rendezőasszisztens, az ügyelő és a súgó. Az ügyelő irányítja az előadást, a súgó ugye minden előadáson ott ül, és súg, az asszisztens meg ugye csak nézi. De hogyha valami probléma van, a felelősség tulajdonképpen rajtam van, de mindent az ügyelő old meg. Tehát ő az, aki mindent tud, és mindent megold, és mindenre van rögtön válasza, legalább kettő. Tehát nem tudom én, Köműves Kelemen előadás, a főszereplőnek beázott a portja. Én ezt látom a hangpultból, rohanok az ügyelőpulthoz, és látom, hogy addigra az ügyelő már rég megoldotta ezt a problémát, és nekem nem kell rohangálnom. Vagy van olyan, hogy valaki késik például, és akkor emiatt csúszik az előadás. Nyilván önhibáján kívül késik a színész, tehát soha nem keresünk felelősöket, vagy ilyesmi. Csúszik az előadás, most is volt ilyen az elmúlt napokban, akkor én megszólítom a nézőket, hogy akadt egy kis technikai problémánk, kérjük, hogy addig legyenek türelmesek. Tehát ilyen szempontból van, amit nekem kell megoldani, de én mindig azt mondom, hogy az ügyelő a minden. Van-e vagy volt-e kedvenc darabot? No, nekem... Neked ezek ilyen? Nekem minden, tehát hogy mindent szeretek valamiért. Mindegyikben megtalálom azt, ami engem érdekel, ami miatt az a szívem csücskévé válik. Tehát, hogy én alapvetően nagyon rajongom a színházért még mindig. Hiába dolgozom 5 éve ebben az épületben, én minden nap úgy megyek be. Jó, nem minden nap, mert van, amikor inkább elmennék Timbuktuba, de hogy kb. Minden nap úgy megyek be, hogy igen, mert én ezt akartam csinálni, és itt vagyok, és nagyon hálás vagyok a Jóistennek minden áldott nap, hogy ott lehetek. Tehát mindenben megtalálom az örömömet, de a kedvencem, az egyik legnagyobb kedvencem, mióta itt dolgozom, az a Bezerédi Zoltán rendezte Barta Lajos szerelem. Az egy csodálatos munkafolyamat volt, csodálatos színészekkel. A Bezerédi egy fantasztikus rendező, ott minden próbán sírtunk, nevettünk, az csodálatos volt. És aztán kezdtem el én a szerelem után,
Abban az évadban kezdtem el dolgozni a Rusznyák Gáborral, aki a színházunk főrendezője, és utána én azt gondoltam, hogy ha én most már életem végéig csak a Rusznyákkal dolgozom, akkor én köszönöm szépen, nekem az nagyon jó. Az nagyon jó. Mert ez is az oka annak, hogy most ennyire lelkesen mondod, hogy tényleg mindent szeretsz. Igen. Meg egyébként is mondják, hogy Timbuktuba elég hülyén járnak itt Kecskemétről a közvetlen járatot. Kicsit lehet, hogy macerásabb lenne oda bejönni, mint a Katona József Színházba. De hát azért nyilván minden munkakörnek, ennek is, annak is megvan az árnyoldala, de alapvetően nyilván valaki imádja a szakmáját, ahogy te is mondtad, nagyon imádod, ott azért nagy baj nem lehet. Úgy keltél fel egyik reggel, hogy én dramaturg akarok lenni? Én nagyon szeretem ezt az én történetemet, mert amikor életemben először voltam színházban, 11 évesen, akkor azt mondtam az anyukámnak, hogy én itt fogok dolgozni. Ebben a színházban voltam egyébként életemben először, és azt mondtam anyának, hogy én itt fogok dolgozni. És akkor így azt még nem tudtam megmondani, hogy én mit akarok ott csinálni, de már láttam magam valahol hátul, hogy én ott megyek a hátul. Nem tudtam, hogy mi van ott, csak tudtam, hogy nekem ott van valami dolgom. És akkor leérettségiztem, elmentem a tanítóképzőre, ide Kecskemét, mindig ott volt a színház felé valahogy. És akkor elmentem ide a tanítóképzőre, és itt rögtön megtaláltam a drámapedagógiát. Ó, hát ez nekem szuper, majd akkor én drámapedagógus leszek, az közel van a színházhoz. És aztán elkezdődött a dráma és színházpedagógia kurzus. Húha, hát ez még mindig érdekesebb, a színház történet, vagy minden. Közben elvégeztem a magyar szakot, rajzszakot, közben folyton csináltam a dráma és színházpedagógia kurzust, 8-al több fél évet csináltam, mint ami kellett volna a papírhoz, de mindegy, mert akartam, és mindig. És akkor tanítottam, és akkor ahogy lediplomáztam a főiskolán, jelentkeztem a Károli Egyetemre színháztudomány szakra. De miközben, egyetemre jártam, tanítottam, drámapedagógusként dolgoztam, és az egyetemen kellett csinálni egy szakmai gyakorlatot, mint mindenhol, és akkor valami 50 órát, vagy nem tudom, és akkor ebből nekem 3 hónap lett itt a Kecskeméti Katona József Színházban. Két produkciónál voltam ott, így ültem a nézőtéren, és jegyzeteltem, hogy a szakdogámat meg tudjam írni. És akkor volt nekem nagyon szimpatikus az asszisztensi munka. Az olyan pörgős, meg azért ott vagy, ahogy születik egy előadás, hát annál jobb nincs a világon, és az nekem nagyon szimpatikus volt. Vége lett az egyetemnek, megcsináltam a diplomát, és akkor szóltam nekik, hogy én szeretnék itt dolgozni. Tehát, hogy léci, gondoljatok. Na, annak is megmondtam 11 évesen. Igen, hogy igen. Nem beszélve arról, hogy a jó Istent minden este ostromoltam a kéréseimmel, hogy léci, hadd dolgozzak itt. És akkor mondták a vezetőség, hogy nincs hely, nincs státusz. És akkor, hát jó, akkor tanítok tovább, akkor majd kitalálok valamit. És akkor tisztán emlékszem arra, hogy február 12-én este azt mondtam a jó Istennek, hogy most utoljára kérem ezt a dolgot, de tényleg. De akkor már eltelt, tehát júniusban vége lett ennek az egész diplomamunka minden dolognak, és ez februárban történt. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, most kérem utoljára. Nem, már most én magamat is unom. És másnap felhívtak a színházból a Németh Virág, aki dramaturg, és azt mondta, hogy figyelj, lenne itt neked egy félállás, jössz. Hát persze, megyedre most is azonnal. És 2 hét múlva hívott be az igazgató úr állásinterjúra, de addigra már, és úgy volt, hogy félállás ősztől. És akkor bementem 2 hét múlva, és teljes állás, és holnaptól. És így, hú, és akkor mindent eldobtam. És akkor, úristen, én mit fogok dolgozni? De még mindig nem hittem el, már 1 hete bejártam oda dolgozni, amikor még mindig nem hittem el, hogy én ott vagyok. És akkor dramaturgnak vettek fel, dramaturg segédnek, hogy így a fő dramaturgot segítsem a munkájában, és pont akkor az egyik asszisztens kolléganő egy nagyon nehéz élethelyzetben volt, és az ő futó
dolgait átvettem. És akkor így lett ez, hogy én asszisztens is lettem, meg dramaturg is. És most már, tehát így 2-3 évig voltam csak asszisztens, és akkor most van az, hogy most már ki van írva a színlapra, hogy dramaturg Tóth Kata, és akkor mindig elpirulok egy kicsit, meg, és akkor szóval, hogy most kezdem úgy igazán megtalálni a helyemet. Mire számíthatunk még ebben az évadban? Gyorsan nem sok van hátra. Az utolsó nagy színpadi bemutató volt múlt hét pénteken, a Testőr. Ezt most kijátsszuk az évad végéig, ami június 3-4, valahogy így van vége az évadnak. Holnap lesz a játékvége bemutató, április 13. Az a Ruszban van, azt is még, és folyamatosan játsszuk még az évad során eddig bemutatott produkciókat. Még azt hiszem, hogy még semmi nem került le a műsorról, amit idén bemutattunk, ami pedig nem kevés. Tehát, hogy rengeteg előadás lesz még májusban, meg áprilisban, és akkor utána meg lesz a gála, és aztán lesz két passió az Arborétumban, és akkor nyáron pedig Pécsi Országos Színházi találkozó a Csárdás királynővel, Szarvasi vízi színpadra is megyünk, erdélyi túra lesz a Család ellen nincs orvossággal, Városmajori szabadtérre megyünk a képzelt beteggel, tehát hogy nagyon-nagyon sok minden van még hátra. Nem fogtok unatkozni? Nem fogunk. Jó van, és én se tartalak fel egyébként most már sokáig, mert ugye főpróba hét van, és ilyenkor mondtad is, hogy gyakorlatilag őrület van annak minden jó és rossz oldalával. Én csak annyit kérdeznék még tőled, hogy a te munkádnak, annak, hogy gyakorlatilag valóra váltottad az álmodat, ezen kívül mit szeretsz benne a legjobban? Azt szeretem benne a legjobban, hogy minden nap tanulok. De nem csak a lexikális tudásomat fejlesztem napról napra, hanem minden nap fejlődik a személyiségem, mert ez egy annyira érzékeny és kedves és figyelmes, és csupa ilyen jelzőt tudnék még, ami belőlem egyébként alapvetően, hát szóval, hogy nem fakadt annyira, amíg nem dolgoztam itt. Tehát én megtanultam itt gyakorlatilag viselkedni. Nem azt mondom, hogy nem tanítottak meg a szüleim viselkedni, de alapvetően én egy nagyon, még az, hogy szókimondó, de inkább nyers személyiség vagyok, vagy ilyen nyers a stílusom. És itt nagyon sokat kellett finomítanom magamon, meg mások finomítottak rajtam sokat. Tehát nekem ez emberileg és szakmailag is egy óriási tanulás nap, mint nap. És ezt szeretem benne a legjobban, mert nagyon szeretek tanulni. Hát köszönjük szépen. Nagy én is köszönöm. Hogy eljöttél velem egy ilyen gyors kávészünetre, annak ellenére, hogy ennyire rohansz. Mondjuk ezt nem kérdeztem meg, hogy iszol-e kávét, de így mielőtt lenyomtam a igen, torkodon. Igen, kávé nélkül de pont ezt akartam mondani, lehet. De gondolom, hogy ilyen munkakör mellett nem nagyon lehet. Igen. Hát én sok sikert kívánok még nektek az utolsó hajrára, itt az évad végére. Köszönjük szépen. És akkor ha más nem, akkor megtalálkozunk majd a évvégi gálán. Oké, köszönöm szépen. Köszönöm én is. Kedves nézőink, a híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben, következzen az esti gyors. Nem csak szakmai programokkal, de vetélkedőkkel is vártak mindenkit a távhőszolgáltatás napján. A Termosztár Kft. Jövőbeni terveiről is beszámolt a szakmai fórumon. 23 kecskeméti cég mutatkozott be a karriernap állásbőrzén a Messz István sportcsarnokban. Az ajánlatok elnyerték a középiskolások tetszését. A japán napok keretében ma Kecskeméten járt Sato Kuni, japán-magyarországi nagykövete. Nyugdíjas versmondók tisztelegtek kedvenc verseikkel a költészet napja alkalmából a Szent Család plébánián Kecskeméten. A szépkorú verselők műsorát fiatal szavalók előadása is színesítette.
Új pszichoaktív anyaggal visszaélés büntette miatt vádat emelt az ügyészség egy 32 éves és egy 34 éves kiskunmajsai férfi ellen, mert a fiatalabb férfi 17 nyarától otthonában dizájner drogot árult. Kedves nézőink, a hírórával legközelebb hétfőn este várjuk Önöket, este 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Én megköszönöm már a megtisztelő figyelmüket, további szép estét mindannyiuknak, viszontlátásra!